Érdekes lemezek. Az előző részben már volt róla szó, hogy a lemezek polivinil kloridból készülnek, de volt, ahol nem mindig állt rendelkezésre ez az anyag, és ki kellett találni valamit. A mai részben érdekes lemezekről lesz szó. Tarts velem! Röntgenlemezek. Az üzletemberek kiadók hamar felismerték a nagy potenciált a lemezkiadásban. Persze ez is kellettek a sztárok, akik el tudták adni a fekete korongokat. De még a nyugati világban ez jövedelmező piac volt, addig a keleti blokkban az állam kontrollálta a lemezkiadásokat. S habár borsos áron innen-onnan be lehetett szerezni nyugati lemezeket, felvételeket, sajnos ezek reprodukálása elég nehézkes volt még a kazetta elterjedése előtt. Így született meg a Szovjetunióban a röntgenlemez. Habár a cenzor erősen tiltotta a nyugati szerzeményeket, mégis kialakult egy olyan underground szubkultúra, akik nagy kedvelői voltak a zenének, és innen-onnan beszerzett felvételekből bootleg kiadványokat készítettek. De mi az a bootleg? A bootleg elsősorban a rock és jazz zenében használatos kifejezés a rajongói körökben terjedő felvételekre. Általában a saját készítésű nem hivatalos koncertfelvételeket értik ez alatt. Emellett használatos az elnevezés az olyan próbatermi vagy stúdió felvételekre is, amelyek hivatalosan kiadatlanok maradtak, de valamilyen módon kikerülve mégis napvilágot láttak. Visszatérve a röntgen felvételekhez, elég kreatívak voltak az akkori szovjet zenerajongók, mert ugyebár rendelkezésükre állhattak kidobni való röntgenképek, nem volt elég az ötlet a felhasználáshoz. Saját gépet is kellett építeniük, amivel másolni tudták ezeket a dalokat. Végül így vagy úgy a zene utat tört. Idővel természetesen lazítottak a szabályokon, és a cenzor kikiadott rock and roll dalokat, de attól még így is akadt jócskán dal, ami fennakadt a szűrőn. Egyébként itt ott aukciós oldalakon még vásáron is lehet ilyen lemezeket. Sokszor elég borsos áron. Bár érdekességnek részben jó, de hi-fi minőséget ne várjunk ezektől a gyűjtői példányoktól. Képes laplemezek. Habár manapság fizikai levelet sem nagyon szoktak küldeni, maximum, ha valamilyen hivatalos iratról van szó, de ismét reneszánszát éli a képes laplemez. Még a 60-as, 70-es években volt divatos képeslapot küldeni, amin egy rövidke dal szerepelt. Természetesen a hátoldalán ugyanúgy meg kellett címeznünk, mint egy rendes levelet. A képeslapokat úgy készítették, hogy a fóliát rámelegítették a nyomtatott lapra, így felvívve a barázdákat. Nem meglepő, hogy a hangminőség elég gyatra volt, és nem voltak túl strapabíróak sem ezek a képeslaplemezek. De köszönhetően egy Ausztriában található cégnek a vinyl postcard újra elérhetővé vált, és az eljáráson és hangminőségen is sokat javítottak. Színes lemezek. Fekete, fehér, sárga? Nincs ebben semmi negatív megkülönböztetés. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a lemez színe bármilyen lehet. De van egy mítosz, mely szerint nem hiába a fekete színű lemezek terjedtek el. Sokan azt állítják, hogy a színes lemezek idővel veszítenek a minőségükből. De miért? Alapvetően a PVC fehér színű. A fekete szín eléréséhez szenet használnak. Ez részben csökkentheti is az anyagban statikus elektromosságot, ami felléphet, s hát lejátszáskor nem túl jó dolog, amikor a lemez fel van töltődve. Plusz a fekete lemez a legtömörebb típus. Viszont más színekhez más adalékokat kell adni, így a lemez állaga eltérő lesz, és úgymond finom hangolni kell ezeket a típusokat, és az anyag szerkezete megváltozik. Így a préselési gyártási folyamatnál is sűrűbben kell ellenőrizni, és átállítani a gépeket, anyagokat, mint a feketénél. Picture disc képlemez. A képlemezeken a lejátszási felületükön jelenítenek meg képet, borítót. Ez nyilvánvalóan a nevében is benne van, de hát mégis hogy készül? Ahogy a képen is látható, legfelülre és legalulra egy műanyag filmréteg kerül, ez alá egy papírkép, és közepén a vinillemez. Így préselik össze. Furcsa alakzatok. A képekkel ellátott lemezek mellett érdemes megemlíteni a különböző alakzatú lemezeket is. Ilyen például a Snow Patrol pókháló, Quantic and Alice Russell könycsepp alakú, vagy az Antiflag Bacon alakú kis lemeze. Tényleg bármilyen lehet. Még külön kiemelném Jack White 12 incses maxiát, a 16 Saltiness átlátszó lemezét, amelybe egy kékes átlátszó löttyöt töltöttek. Sajnos ez a kiadás nem volt túl sikeres minőségi okokból, mert egy idő után a folyadék elkezdett szivárogni. Voyager Golden Record. Voyager űrszondát 1977. szeptember 5-én indították a mai napig tartó útjára. A fedélzeten helyet kapott egy aranylemez is, melyen az emberiség hangos és képes üzenetét viszi az idegen civilizációk számára. Az arannyal futtatott részhanglemezen a Föld 35 féle természetes és az ember által keltett mesterséges hangot helyeztek el. 55 nyelven rögzítettek üdvözlést, köztük magyar nyelven is. Mozart varázsfolájától Chuck Berry, Johnny B. Good dala is megtalálta a korongon.
Ezzel elmondhatjuk, hogy ez a hangrögzítési formátum az első és egyetlen, ami a legtávolabb jutott el a Földtől. Találkoztál már valahol valamilyen érdekes lemezzel? Ha igen, akkor nyugodtan írd meg nekem. Köszönöm a figyelmet! Ha van kedved, iratkozz fel a csatornámra, az építő jellegű kritikákat, kiegészítő megjegyzéseket mindig szívesen fogadok. Ha pedig csak beszeretnél kukkantani a lemezgyűjteményembe, akkor kövess az Instán is. A következő részig mindenki pörögjön rá a kedvenc zenéire.